A Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatására szervezett adománygyűjtő gulyáspartit a Kistarcsai Alapszolgáltatási Központ 2015. október 22-én. Az eseményen 500 forintos támogatói jegy ellenében ebédelhettek az adományozók. A volt rendőrség épületének udvarán emlékeztek meg az 1956-os forradalomról Gödöllőn, majd a Dózsa-György úti temetőben koszorúzták meg a forradalom és szabadságharc hőseinek sírjait. Az ünnepi műsor keretein belül az önkormányzatiság 25 éves évfordulójáról is megemlékeztek október 23-án Kistarcsán. Az ünnepség után a volt internáló tábor területén működő emlékhelyet is megtekinthették az érdeklődők. Fotókiállítással, tánccal és prózával ünnepelték október 23-át a Szadaiak a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtárban. A megemlékezésen beszédet mondott Oroszi Sándor, Szada nagyközség polgármestere. Második világháborús tömegsírt szenteltetett fel a történelmi vitézi rend 2015. október 24-én az Üllői Katolikus Temetőben. A sírban 8 ismert nevű és 23 ismeretlen magyar hős nyugszik.